Jégtorta és meglepetés csomagok finomságokkal. Igazi szülinapi zsúrral készültek a nyíregyházi állatpark gondozói. Saritát a borneói orángutánt köszöntötték így 44. születésnapja alkalmából. A fajtagjai Magyarországon csak Nyíregyházán láthatók, az itt élő 8-egyed legöregebb tagja a nőstény Sarita. Az ajándékokat azonban nem csak az idős hölgy bontogatta, nevelt lánya is izgalommal vetette magát a csomagok felfedezésébe. Sarita Majával él együtt. Azt kell tudni erről az orángután nőstényről, hogy egy nagyon jó indulatú dadus ő, aki mindig az elárvult orángutánokat nevelte fel, megtanította őket a megfelelő főemlős életre, létre, hogyan is kell viselkedni, mozgolódni. Nem csak Sarita kapott ajándékokat, hanem az orángután csapat többi tagja is, hiszen augusztus 19-én tartják az orángutánok világnapját is, amivel a faj kritikus helyzetére kívánják felhívni a figyelmet. Az orángután az egyik leginkább veszélyeztetett állatfaj. Még az 1970-es években közel 500 000 egyed élt még a Föld harmadik legnagyobb szigetén Borneón, napjainkban a számuk 100 000 alá csökkent. Az állomány drasztikus csökkenése miatt a Természetvédelmi Világszövetség kritikusan veszélyeztetett fajjá nyilvánította őket. Az orángutánokat a vadászat és az illegális állatkereskedelem mellett főleg élőhelyének pusztulása fenyegeti. Az orvvadászok megrendelésre szállítják a vadon fogott orángután kölyköket, amelyek anyját rendszerint megölik. A Nyíregyházi állatpark 2000-ben csatlakozott az Európai Fajmegőrzési Programhoz, hiszen kritikusan lecsökkent a populációja az orángutánoknak. Éppen ezért nagyon fontos, hogy zárt tartási körülmények között szaporítsuk ezt a csodálatos főemlőst. 4 évvel ezelőtt világra is jött az első magyarországi orángután bébi, Ruti, aki a másik kifutóban található, és reméljük, hogy hamarosabb, majd újabb állatok is követik őt. Az utódok érkezése pedig különösen is fontos lenne ennél a veszélyeztetett fajnál. Az állatkertek világszerte küzdenek az orángutánok megmentéséért, főleg azzal, hogy ne kelljen a vadonból befogni állatokat, hanem az állatkerti populáció önfenntartó legyen. Ez nem könnyű feladat, mert bár a nőstények 7-10 éves korukban már ivarérettek, első kölyküket rendszerint csak 15 éves korukban hozzák világra. Mivel a következőt általában 8 év múlva, így életük során általában csupán 2-3 utódnak adnak életet. A borneói orángutánok vadon körülbelül 45 évig, állatkertben akár 60 évig is élhetnek.